Végleg megszűnt és büntetéssel is jár bármilyen nemű hulladék lerakása a régi vágóhídnál Sárospatakon. Korábban az önkormányzat arra használta ezt a területét, hogy a városban keletkezett zöld hulladékot itt tárolta elszállításig. A hasznosítható anyagot ugyanis érdemes külön válogatni. A lakosságnak eddig is tilos volt a zöld hulladék lerakása ezen a területen is, mégis sokan idehordták a gallyakat, ágakat, dióhéjakat, de a legnagyobb gond abból adódott, hogy veszélyes hulladékot és építési törmeléket is sokan pakoltak le. Terület, amit mi korábban kijelöltünk, ugye ez nem egy elzárt terület, és sajnos jellemző volt, majdnem minden nap előfordult, hogy a zöld hulladék mellett, amit a kommunális szervezet helyezett el, a lakosság rendszeresen hordott ide ki törmeléket, egyéb hulladékot, veszélyes anyagot, amint természetesen a vonatkozó jogszabályok ezt nem engedik meg. Mi történik akkor, hogyha most mégis valaki ide elhelyez bármilyen nemű hulladékot? Én kérem a tisztelt lakosságot, hogy sem ide, sem más önkormányzati területre vagy egyéb területre ne helyezzenek el semmiféle hulladékot, mert hulladékgazdálkodási bírság kiszabását vonhatja maga után. A város kezelésében lévő területekről egy másik helyre viszik a zöld hulladékot, hogy ne generálják újra az illegális lerakás esélyét sem. Az irodavezető egyfajta amnestiaként arra is emlékeztetett, hogy a novemberi lomtalanítás során az önkormányzat utolsó alkalommal, de lehetőséget biztosít a zöld hulladék elszállítására. Itt nem a szokványos kommunális szemetet fogják, vagy hulladékot fogják elszállítani, hanem azokat a nagyméretű felhalmozódott egyéb tárgyakat, amelyek már használatra alkalmatlanok, azokat kell kihelyezni, lehetőség szerint kötegelve, és reggel 6 órakor indul a járat, amely ezt gyűjteni fogja. Most ennek keretében lesz mód arra, hogy bár nem a ZHK, hanem a kommunális szervezet fogja ezt is összegyűjteni, de az volna a kérésünk, hogy akinek van még ilyen zöld hulladéka itt az őszi munkálatok során, az helyezze ki zsákokban kötegelve, és akkor most még van arra lehetőség, hogy ingyenesen elszállításra kerüljön. A lomtalanítást követően kihelyezett bármilyen hulladék után környezetvédelmi bírságra számíthatnak a tetten ért emberek. Itt a Vágóhídnál például egy tábla is jelzi a lerakás tiltását, aki mégis behajt a területre, azt a kihelyezett térfigyelő kamera közreműködésével hamarosan megkeresik a hivatal munkatársai.